Budaörs város önkormányzatának képviselő testülete az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapította még 2005-ben a Budaörs egészségügyiért díjat. A díj annak a személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül magas színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása érdekében. A díjjal emlékérem jár és díszoklevél, és az évente megállapított minimálbér 5-szöröse illeti meg, és természetesen szokásunknak megfelelően egy karórát is kap a díj mellé ajándékba. Az idei díjazott dr. Kőmíves Csilla. Dr. Kőmíves Csilla. A Budaörsi Egészségügyi Központ gasztroenterológiai szakrendelésén 2017 óta dolgozik. Munkáját nagy szakértelemmel látja el. Pácienseivel kedves, közvetlen, türelmes, megnyugtató légkört teremt. A sokakban félelmet keltő endoszkópos beavatkozások vállalásához pácienseinek a lehető legtöbb támogatást nyújtja. Szakmai tudásával szolgálja a budaörsi lakosok egészségét, gyógyulását. Általános orvosi diplomáját 2006-ban szerezte summa cum laude minősítéssel, belgyógyászatból 2012-ben, gasztroenterológiából 2016-ban tett szakvizsgát kiváló minősítéssel. Endoszkópos vizsgálatok végzése terén nagy gyakorlatot szerzett a Szent Imre, Szent János és a Jan Ferenc Délpesti Kórház gasztroenterológiáján. 8 év kórházi osztályos munka után a család érdekében a járóbeteg szakrendelést választotta, így került a Budaörsi Egészségügyi Központ gasztroenterológiai szakrendelésére. Kiemelt érdeklődési köre a táplálásterápia. Tagja az Európai Mesterséges Táplálási Társaságnak és a Magyar Mesterséges Táplálási Társaságnak, valamint a fiatal gasztroenterológusok munkacsoportjának. Az egészség komplex megközelítésében és a szűrővizsgálatok fontosságában hisz. Budaörs város önkormányzat képviselőtestülete munkájának elismeréseként Budaörs egészségügyi díjjal tünteti ki. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk,